Szervusztok! Elkezdtünk a Dungeons and Dragons, a D&D az első, a klasszikus, a nem tudom meg milyen jelzőt tudunk rá aggatni. Tehát a világ legismertebb, legnépszerűbb és legrégebbi asztali szerepjátékának legutolsó kiadása, tehát ez az 5E System alatt lévő starter setjének rövid bemutatása. Hogy miért rövid? Azok próvai, alig van valami ebben a dobozban, de arra elég, hogy megismerkedjünk a rendszerrel, és elkezdjünk játszani rajta. Nem olyan vészesen rossz a doboz, eléggé hangulatos, hátul leírják, hogy pontosan ennyi minden van, mert majd látni fogjuk. Nagyon kis, könnyű dobozról van szó, nyilván nem kerül sokba, de az öbben mindig egy picit többbe kerül, mint amennyi kontentet beletettek, de hát ezt valószínűleg azért, illetve szinte biztosan azért, mert ha valaki a világban mondjuk 10 emberből, szerintem 5, de lehet, hogy még több is, rögtön a D&D-re gondol, hogyha a szerepjáték szóba kerül. A Stranger Things ugye sokat dobott rajta, még pluszban jobban megismerte a világa sorozat alatt ezt a játékot, amit a gyerekek játszottak, semmiből indul gyakorlatilag a sorozat hódító útjára. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Egy eléggé pofás egyébként az a sárkány, amivel küzd a hősünk. Találunk egy kocka készletet a dobozban. Ugye ha szerepjáték, akkor nem csak kockák vannak, hanem dodeka édertől elkezdve az okta éderen át, ha nagyon sok éderek vannak, nem csak kockák. Ugye a D4, a D6, a D10, a D12, a D8 és a D20, mindegyikből egyet találunk benne. Kis egyszerű kék kockák fehér felirattal. Nem beszéltem sokat, de már az előbb megcsináltam egy másik videót, aztán kicsit elment a hangom. Itt annyira nem lesz hosszú ez a videó, mert láthatjátok, hogy sok minden nincs az életben a dobozban. Karakterlapokat tettem be, kidolgozott karakterekről. Egy első szintű fighter. Egy első szintű wizard. És varázsló. Egy első szintű rúzs. Egy papunk is van. Egyébként itt láthatjátok a karakterlapot, két oldalas, a hátoldalán leírás a törpékről, bemutató, hogy honnan is jöttek, milyenek a papok, bemutatása a háttérre tér ki, és a különfajta szintlépés taglalja, és akkor ez megy sorban, ez a harcosnál is ugye ugyanez van, ott a harcost írja le, illetve az emberfaj. Ugye mindegyik egyes karakter más fajú, nem csak más kasztú, akkor bemutatják a fajokat is. Na, bocsánat, utaságokat mondom, de ehhez még adjunk. Ja, is egy fighter. Ugyanazt a fightert tették olyan akkor bele? Nem, van egy lawful neutrális, egy lawful good, érdekes, hogy két human fighter tettek bele, és akkor van benne high elf wizard van benne. Van benne Lightfoot Halfling, tehát félszerzett rúzs, és egy Hill Dwarf klerikünk, tehát itt még megvan bolondítva, hogy nem csak egyszerű dwarfok vannak, hanem vannak Hill Dwarfok is, tehát a domboldalról. Ebből letettek 5 kidolgozott karaktert, és annak a karakterlapját, illetve a karakterlapokon leírás a fajról, a kasztról, illetve a lehetséges szintlépésről. Na, aztán van egy starter rulebookunk, hát könyvnek túlzás nevezni, mert egy nagyon pici kis füzetecske, vékony füzet, de láthatjuk, hogy bevezető, hogyan játszunk, mi is az a szerepjáték, a harc szisztéma, a küldetés, a kalandmodul, a utazás taglalása, illetve hogyan varázsoljunk, aztán a végén még van egy appendix benne, és ennyi. Nézzük meg, röviden lapozunk bele. De alig, hogy belelapozunk, gyakorlatilag a végére is fogunk élni, mit látjátok. Ez tényleg, ez a starter set, ez a kezdőknek való. Természetesen akik a játékosokra, illetve a gyűjtők az egy más szisztéma, a gyűjtők azok úgyis megveszik akkor is, hogyha mondjuk egy lappocska lenne benne, és kicsit
Hát mondjuk nem jössz olyan rosszul, nem olyan extra egyedi, meg nem az én stílusom, de csúnyának nem mondanám. Igazából hozva ezt a tipikus D&D hát stílust, ami nem is igazán tudok sehova. Hát azt akartam mondani, nem tudom sehova besorolni, mert nem igazán vannak egyedi. Hát egyedi illusztrációi, illetve maga a világa sem olyan nagy egyedi nekem. Ugye nagyon sok szerepeték van már, de azért respekt, hogy ez volt az első, de én csak azért vettem meg, mert gyűjtő vagyok. A szürkézben is van, illetve tehát egy hármasban, illetve lehet külön is megvenni három fő alapkönyvet, de azok itt eléggé drágák, otthon sem olcsók mondjuk. És ez jóval olcsóbb ez a starter-set. Arra elég, hogy meglegyen egy gyűjteményben, meg az ember bele-bele lapozik, megnéző, mi változott esetleg a régi D&D kiadásokon túl. Ez az 5R rendszer, ami van, ez alapvetően nem az én kedvencem, nagyon távol áll tőlem. Megértem, hogy miért játszák, mert miért népszerű, de nem az én stílusom. Sem a világ, sem a szabályrendszer. De természetesen a Dungeons & Dragons-t leszólni nem akarom. Megvan a helye a történelemben, és sokan szeretik. Én nem annyira. Persze szeretem, csak nem kedvelem. Szeretem, mert egy szerepjátékot sem utálunk, csak nem az én ízlésem. Na, de hát nem magamról beszélgessek, hanem itt van ez a Lost Mine of Fandelver nevű, már jóval azért vastagabb füzet benne, mint a rulebook volt. Kalandmodul gyűjtemény, kampány gyűjtemény, tehát ezeknek a dobozoknak gyakorlatilag az értéke, hogy rögtön ki is lehet próbálni és lehet játszani. Na, ez pedig is annyira nem rossz. A goblinokkal. Szóval van benne több kalandmodul. Térképekkel, leírásokkal, ajkorolható sárkányokkal. Tehát igazából igen, ez a doboz az arra jó, hogy kidolgozd a karakteredet, és rögtön bele is vesd magad. Próbáld ki, hogy a 12 éves srác vagy, akkor annak tökéletes választás valószínűleg ez a D&D, de mondjuk felnőttként már nem biztos, hogy ezzel kezdeném. Jó, mondjuk kezdőként lehetséges, de mondjuk szerintem eléggé hamar meghaladja az ember a D&D-nek a szabályát, a világát. Most nehogy tényleg úgy vegyétek, hogy le akarom szólni, de nekem mondhatni, hogy arra jó a D&D, hogy az ember tovább lépjen, de mondjuk én mágussal kezdtem a D&D-t csak nagyon kevésszer játszottam, inkább D&D-t játszottunk annó. D&D-t az eléggé kevésszer játszottam, és ez a talán az egyik legkevésbé kedvelt játék számomra. A szerepjátékon belül igazából, ha nincs más, akkor jó. Fantasztikus közösségek vannak, nagyon nagy előnye van, hogy a legtöbben ezt ismerik. Csak nem érzem mondjuk a világot, a szabályrendszert, az egész D&D-t nem érzem annyira jónak, mint amennyire népszerű. Szerintem ez eléggé egyértelmű azért, hogy ennél azért jóval jobb játékok, jobb szabályrendszerek, fényesebb, főleg egyedibb világok vannak. Én ezt az egyediséget hiányolom belőle. Jó, több a D&D-nek ugye több-több kisebb világa van, és vannak ugye eléggé elfeledett már, például Aquadim, vagy akár a Skifi vonulat, amit mondjuk az egy, ami érdekel, majd ott beszerzek, de az már csak retro játék, nem jött ki újra, Buck Rogers. Meg hát nyilván van itt is a Darkos Ravenloft, meg még jó pár egyéb alvilága is van, alvilága, tehát a nem bűnözőkre értve,
A D&D-nek ez a klasszikus fantasy, ez a teljesen általános fantasy, ez a starter set. Na, elkezdeni nagyon jó, kevés cucc van benne, ami mondjuk előny is lehet, mert mondjuk totál kezdőknek jobb is, hogyha nem pakolják tele mindenfajta dologgal, hanem minél egyszerűbb a játék megtanulni, belejönni a megtanulni a szabályokat, bejönni a szerepjátékokba, a szerepjáték világába, a szerepjátéknak a játék funkcióit megtanulni, hogyan működik egy-egy csapat, hogyan irányítom a karaktert, a mesélőnek mi a dolga, akár kezdeti mesélőknek is mondjuk jó lehet ez a starter set, nem csak játékosoknak, lemeséljék. Szóval ennyi, röviden ennyi erről a starter setről. Nagyon budget termék, tényleg a leginkább budget termék, amivel eddig találkoztam, de arra jó, hogy a totál kezdők megismerjék, egyrészt a totálisan a szerepjáték kezdők megismerjék a szerepjáték világát, de még azt is mondanám, hogy aki nem ismeri a D&D-t és nem akar befektetni, nem akar sok pénzt kiadni az eléggé drága szabálykönyvekre és annyi van belőle, mint égen a csillag, azoknak ajánlom ezt a starter setet. Tudom azt ajánlani. Kétfajta starter set is van, ez a régebbi, most kijött egy új, az ugyanez gyakorlatilag. Nyilván ezek a szabályokkal, csak más a layout, illetve más a kalandmodul benne, de még ennyi minden sincs benne, egy picit még jobban még kevesebb van, mert ezek a két kis füzet, ami benne van, ez még vékonyabb benne. Tehát ennyi a különbség, ennyi volt a D&D starter set rövid bemutatása. Legközelebb pedig jöhet akkor az Essential Kit, ami szinte a D&D-ből, ami azért ennél jóval jobb, igaz, hogy drágább egy kicsit, de jóval több minden van benne, majd meglátjátok. Szervusztok!